Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban besegergő atyáról lesz szó, illetve a körülötte kialakult botrányról. Igyekezni fogok röviden összefoglalni az eseményeket, megmutatok erről beszámolókat, aztán fogom mondani, hogy mit gondolok én, mi az, ami szerintem történik, milyen hatással lesz ez, vagy van ez a közeljövőre, mi lehet, mi állhat e mögött. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja! Azzal kezdeném, hogy én nem értek egyet természetesen azzal a viselkedéssel, amit ez a karakter produkál, vagy amit állítanak, hogy produkál, hiszen bizonyítékokat én nem láttam, nyilván egyikünk sem látta, legalábbis az emberek többsége. Így mind arra hagyatkozunk, amit hallunk a médiában. Az pedig bizonyára mindenki tudja, hogy nem feltétlenül az igazság, vagy a teljes igazság. Amennyire én megértettem az embereket az elmúlt bő két évtizedben, mióta foglalkozom a világ eseményeivel részletesen, illetve behaltóbban, az embereket nagyon egyszerű manipulálni, nagyon egyszerű megtéveszteni és vezetni arra, amerre bizonyos erők a szeretnék. Ehhez mindössze a megfelelő érzelmi szálakat kell megpengetni, és mindenki megy, mint a birka arra felé, amerre a világot uraló és irányító elit szeretné. Hogy most ez az egész, egy megrendezett esemény, vagy ez a valóság, nem is annyira fontos, és elmondtam én ezt már rengetegszor. A lényeg általában nem az, ami történik, hanem annak a hatása, milyen hatása van egy-egy adott esemény vagy esemény sor láncolat az emberek gondolkodás módjára, arra az ideológiára, hogyan változik az emberek élet filozófiája. Ez még fontosabb, mint a fizikális körülmények, bár azok sem elhanyagolhatók. A legjobb példa erre a világjárvány, vagy az úgynevezett világjárvány volt. Nem feltétlenül az események volt a fontos, hanem a hatás, amit azok kiváltottak. Úgyhogy ezt is úgy kell néznünk, ezt az eseményt, mi az, amit kivált ez? Mi az, amit elére ez az emberek között? A legjobb, ha úgy gondol erre mindenki, mint amikor szeretne egy omladozó házat renoválni. Megvesz valaki egy tanyát vidéken, amit már alig vagy nem lehet felhasználni semmire. A legegyszerűbb az, hogy a hív egy dózert, az egészet eltúrja, elviszi, ás egy új alapot, és arra felépíti, az új világot. Legalábbis a világot uraló és irányító elit így képzeli ezt el, mint hogy az ember is így csinálná, hogyha józan észre gondolkodna és rendelkezésére állna a megfelelő fedezet, eltúrja a régit és épít oda egy új házat. Nekem meggyőződésem, hogy ez egy sokkal fontosabb dolog, amit észre kellene vennie mindenkinek ezekben a botrányokban, és én nem akarom védeni ezeket az embereket. Én elítélni sem szeretném, mert mi mindannyian félrementünk az életünk során, sőt a többség félremegy folyamatosan, és eltávolodik attól, ami helyes. De ez nem azt jelenti, hogy fel akarom menteni. Nyilván minden tettnek van a következménye, és minél inkább az ember följebb kúszik a hatalmi hierarchiában, annál nagyobb a pofára esés, mint az ő esetében is. Felhívtam mindenkinek a figyelmét arra is, hogy az egyház az csak egyike a kontrollmechanizmusoknak a világon. Bizonyára felfigyelt erre a gondolatra mindenki, ugyanis ez ismétlődött mind a két videóban, hogy azt javasolták az emberek, illetve problémának tartották, hogy ez a pap politizált, illetve belefolyt a napi politikába és a véleményét megfogalmazta. Ezen a vonalon elindulhat bárki, és hogyha halad előre, akkor rájöhet arra, hogy ha az ember a politikában részt vesz, minél inkább részt vesz abban, annál inkább kiteszi magát ezeknek a támadásoknak. Teljesen mindegy, hogy valaki mennyire jó, mennyire szent, és nem azt mondom, hogy ő az volt, teljesen mindegy, hogy ki mennyire szent, úgy is lesznek emberek, akik utálják. És a népszerűséggel együtt ez az utálat és ezeknek az embereknek a tábora, akik utálják, is növekedni fog. A legjobb és a legegyszerűbb egyáltalán nem belefolyni a politikába, mert a hatalom ezzel együtt jár. És még egyszer, én nem azt állítom, hogy az egész egy fabrikáció. Ahogy én nézem, nekem mindegy. Én a hatást fogom nézni, mi a következménye. És megemlítették a kegyelmi botrányt, ami, ha jól emlékszem, valamelyik protestáns egyházat érintette, míg ez esetben a katolikus egyház az, akit bevont, ez az ember a cselekedeteivel, ami azt tűnik megerősíteni, amiről beszéltem, hogy a régi intézményrendszer az szépen lassan összeomlik. Nem feltétlenül azért, mert az ellenség aláása és bemártja ezeket az embereket, hanem azért, mert ilyenek az emberek. És ezt kellene, hogy legyen a legnagyobb felkiáltója minden vallásos számára. Hogyha ez történik abban a felekezetben, abban a vallásban, abban a gyülekezetben, ami azt állítja magáról, hogy a teremtőt képviseli, hogy az igazság oldalán áll és hirdeti a bibliai erkölcsöt, akkor ott valami óriási probléma van. Besegergő azt mondta, a TikTokon egy olyan út indul el, amelyre nem számítottam, amelyre felkészülni se tudok igazán, de hiszek abban, hogy az Úristennek mindennel van szándéka. Fáj a szívem, mert nagyon sok embert az elmúlt napok a megbántással, fájdalommal ért. Világos, hogy így van, hisz ha ez ember végig hazudja az egész életét, ráadásul a legnyilvánvalóbb és alattomosabb módon, az sok ember szemében táka lesz. 11 évig atyaként vittem mindenkit közelebb az Úristenhez, ami egy óriás kérdője, mert nem tudom, hogy a katolikus egyház hogy visz közelebb bárkit is az Úristenhez és a boldogságos szűzanya szeretetéhez. Most gergőként igyekszem ugyanezt tenni, mert hiszem, hogy minden, ami történt, nem a véletlen műve és Istennek ezzel is szándéka van. Bábel Barázs érsek, besegergő Pétert, a kormány oldallal közeli kapcsolatot ápoló papot 2024. szeptember 6-ai hatája a felfüggesztette papi szolgálata alól. Nyugati fényhu azt írják durvul a botrány, kipakolt besegergő középiskolai tanítványa. Eközben a Redditen, ami ugye egy ilyen irogatós online platform, egy volt tanítványa számolt be arról, Miket tett Bese Gergő, amikor még középiskolai tanár volt? Hogy mi az igaz ebből, talán soha nem fogjuk megtudni, hisz az interneten mindenki azt mond, amit akar, ezért én azt javaslom, hogy mindenki csak kezelje ezt az egészet egészséges kételkedéssel, de a következőket írja ez a karakter. Sziasztok, akkor voltam középiskolás, amikor ez az emberi bőrt viselő hüllő földrajzot tanított. Érdekes utalás, amellett, hogy tanárom volt, az iskola fiú kollégiumának volt igazgatója. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok Infobubble, illetve Yahoo útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahoo.hu weboldalainkon ez elérhető. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!